Kedves Max Rádió hallgatók, ismét Tantaki percek itt a Max Rádióban. Ha minden igaz, akkor itt van a vonalban a játékos tanulás szakértője, Nagy Erika. Szia, Erika! Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat is! Mi lesz a mai téma? A mai témánk az lesz, hogy hogyan osztuk be az időnket tanulás során. Nem lehetne, hogy ezt így kiterjesszük arra, hogy a Max hogyan ossza be az idejét, meg úgy általában mindenki? Akár ez is lehet, de én most arra készültem, hogy a tanulás során hogyan is csináljuk, és hogyan is osztunk be az időnket, de majd egy következő alkalommal erről is lehet beszélni. Persze, egyértelmű, csak nem hagyhattam ki, mert hogy nekem úgy eléggé szűkös az idő, és valahogy ez az egy nap 24 órából áll, ez valahogy nem akar változni, tehát ezt el kell könyvelni, hogy ez így van. Igen, általában ez mindig kevés szokott lenni. Bármilyen területet, hogyha megnézünk, legyen az a tanulás, vagy a rádiózás, vagy a nem tudom én, cégvezetés, bármi, általában kevés az idő. De nézzük meg azt, hogy mi van a tanulás során, ha ott is kevés az időnk, és igazából sok a tanulnivaló, mert ugye sokan arra szoktak panaszkodni, hogy hát rengeteg a házi feladat, és rengeteg a tanulnivaló, és ezt azért valahogyan be kell osztani, hogy mit, hogyan és mikor mit csinálunk. Ugye hajlamosak vagyunk egyébként arra, hogyha meglátjuk a feladat nagyságát, akkor hát inkább halogatjuk, vagy azt mondjuk, hogy hagyjuk az egészet a fenébe, és akkor nem is csináljuk meg, hozzá se kezdünk. Viszont ugye hát ez nem megoldás arra, hogy megtanuljunk valamit, vagy elvégezzünk valamit. Úgyhogy az első dolog az, amit meg kell tennünk, hogy egyszerűen szembenézünk a feladat nagyságával, azzal, hogy miből mit kell tanulni. Ugye itt a tanulásról beszélgetünk. És ehhez azt tudjuk csinálni, hogy először is pakoljuk ki az összes könyvet és füzetet, amit aznap meg kell tanulnunk. És döntsük el, hogy akkor ezt mind megcsináljuk, vagy pedig mi az, amit nem csinálunk meg. Ez egy érdekes kérdés. Általában szelektálni szoktak az ember, hát ezt nem csinálom. Nem? De nézzük meg azt, hogy mi az, amit mi mindenképpen meg fogunk csinálni, és pakoljuk ki az asztalra. Tehát állítsunk fel egy fontossági sorrendet? Igen, a következő, amit szerettem volna mondani, hogy fontossági sorrendet állítsunk fel, tehát rakjuk sorrendbe azokat a tantárgyakat, vagy hát ugye nyilván tanulnivaló dolgokat, leckéket, amit meg kell tanulnunk. Például, hogyha mondjuk történelemből dolgozatot írunk holnap, akkor nyilvánvaló, hogy azzal kell kezdeni, és nem pedig a, nem tudom én, biológia feladattal, ami arról szól, hogy menjünk ki a kertbe és bogarásszunk, nem tudom, minket itt a bogarakat figyeljünk meg. Tehát a fontossági sorrendet azt mindenképpen fel kell állítani. És hogyha megvan a fontossági sor, vagy hogyha mondjuk például nincs semmi másnap, semmi dolgozat, és nem számítunk semmiféle felelésre, de van nagyon sok olyan feladat, házi feladat, amit meg kell csinálni, akkor a fontossági sorrend az olyan sorrend lesz, vagy én azt tanácsolom, hogy a könnyebb feladatoktól a nehezebb feladatok felé haladjunk. Tehát először azzal kezdjünk, amit gyorsan meg tudunk csinálni, könnyen, ó, hát ezt tudjuk, és haladjunk a nehezebb feladatok felé. Erről már a múltkor beszéltünk, hogy ez miért fontos, hogy az elején nyilván sikerélményünk van, hogyha valamit meg tudunk csinálni, és egyre csak fogynak a feladatok, tehát
egyre nagyobb kedvünk is van egyébként ahhoz, hogy akkor na, akkor most már mindjárt a végére érünk, vagy mindjárt megcsináljuk is kérjük. Ezt én is meséltem annak idején, hogy egy korábbi beszélgetésünkben, hogy én is így csináltam annak idején, hogy tényleg előre vettem a könyveket. Egyrészt a sikerélmény miatt, másrészt azért, hogy lássam, hogy jaj, már ez is kész, na és akkor egy új lendülettel, amikor jön egy nehezebb, akkor sokkal könnyebb nekiállnom valahogy a nehéznek. Így van pontosan, ez a nézőpont, vagy ez a megközelítés abszolút helytálló, és hogyha a könnyebb feladatokat gyorsan meg tudjuk csinálni, akkor már azt látjuk, hogy hú, igen, már ez is kész van, és tudunk menni tovább. Amit lehet még csinálni egyébként, hogy listát készítünk az aznapi feladatokról, nekem ez nagyon bevált a munkám során is, úgynevezett checklistát készítek, hogy mit kell aznap csinálni, és egyszerűen pipálom, vagy ilyen kihúzó filccel kihúzogatom, ami már készen van. És akkor is lehet látni, hogy hú, akkor már ennyi mindennel elkészültem, és ez motiválja az embert arra, hogy akkor minden ki legyen pipálva azon az oldalon, ugye. Aztán, ami még fontos, így az időbeosztással kapcsolatosan, az az, hogy egyszerre csak egy dologgal foglalkozunk, és ne kezdjünk bele mindenbe. Tehát ne legyen az, hogy hú, akkor most megcsinálok egy matek feladatot, és akkor gyorsan becsukom a füzetet, akkor áttérek a törire, elolvasok két bekezdést, akkor jaj, gyorsan, akkor hogy is van a biológiába, akkor mit is kell csinálni. Tehát ne kerüljünk zűrzavarba, mert akkor az elviszi az időnket, és mindig vissza kell térni ugye arra, amit nem fejeztünk be. Tehát fontos, hogy egy dolgot vigyünk mindig végig, és akkor tudjuk ugye kihúzni a listánkat is, hogyha elkésült, tehát ne hagyjuk félbe. Tudom, hogy néha ez nem olyan könnyű, vagy amikor beleütközünk egy kisebb akadályba, vagy hú, valamit nem értek, akkor ó, inkább becsukom a füzetet, és akkor megyek tovább, valami mással foglalkozok, de én úgy gondolom, hogy ez megnehezíti és meghosszabbítja a dolgunkat, a tanulásra fordított időnket. És egy kicsit tanít is minket egyébként, mert hogyha megszokjuk azt, a gyerekekről beszélek, ha megszokják a gyerekek azt, hogy be kell fejezni azt, amit egyszer elkezdtünk, akkor ez majd hosszú távon kamatoztatja is magát, ugyanis tényleg, ha valamihez utána belekezd a gyerek, amikor felnőtt, akkor ott is tudni fogja azt, hogy igenis, amit egyszer elkezdtünk, azt be kell fejezni. Így van, pontosan. Tehát ez ugye nem áll meg gyerekkorban ez a befejezzük, amit elkezdtünk című történet, hanem ez végig kíséri az egész életünket, és annál hatékonyabbak tudunk lenni egyébként, minél több dolgot tudunk befejezni. Hiszen a figyelmünk akkor már egy új dologra, a figyelmünket egy új dologra tudjuk helyezni, és nem marad ott a régi befejezetlen dolgokon, ciklusokon. Így van. Úgyhogy ez elég fontos azért. Aztán, hogyha tovább nézzük, hogy mit is lehet mi itt az időbeosztással kapcsolatosan tenni, az az, hogy tanulás közben ne hallgassunk zenét, sajnos ez elviszi a figyelmünket, vagy lassítja a dolgokat. Ne játszunk a telefonunkkal, és ne facebookozzunk, vagy nem tudom én, ne nézzünk YouTube videókat tanulás közben, vagy ilyen jó kis szórakoztató dolgokat, mert ez valóban meghosszabbítja a tanulásra szánt időt, hanem tényleg koncentráljunk arra, amit éppen csinálunk, mert utána sokkal több idő marad a szórakozásra, és akkor hallgathatunk zenét, rádiót, ugye, és bármi, amit szeretnénk. Így van, és külön köszönöm szépen, hogy a YouTube-ot említetted, hogy hallgatás, illetve hogy tanulás közben ne hallgassunk videókat, nyugodtan mond. Tanulás közben, kedves gyerekek, ne hallgassátok a Max Rádiót, előtte és utána igen.
Így van, pontosan. Abszolút. És egyébként még a hatékony és gyorsabb tanuláshoz ajánlott, hogy használjunk segédanyagokat is, és ne ragadjunk le csak a könyvnél vagy füzetnél, mert hogyha valamit nem értünk, miközben tanulunk, akkor, és próbáljuk ugyanabból a dologból megérteni, de valahogy nem megy, akkor ez megnyújtja az időt, ami alatt ugye meg tudunk érteni valamit. És ha mondjuk beleütközünk egy olyan dologba, amit nem értünk, akkor azt mondjuk, jó, arrébb rakjuk a könyvet, nézzük, hogy mi van még, amiből meg tudom érteni, és meg tudom nézni, akkor viszont elő lehet venni a számítógépet, vagy az internetet, és akkor utána lehet nézni olyan dolgoknak, amit a könyvből, vagy a füzetből egyszerűen nem tudunk, vagy nehéz megértenünk. És például ilyen segédeszköz a tantaki oktatóprogram is, amivel gyorsan és egyszerűen meg lehet érteni az adott tananyag részt, vagy akár az egész éves tananyagot is. Na, ezt viszont tudom én is most már, hogy érdemes. De egyébként tényleg, tehát látom a visszajelzéseket is, hogy fantasztikus, amit csináltok, hogy érdemes bizony elővenni a tantagi.hu-t, és akkor vadászni olyan anyagokat, ami segít. Annyira nem is kell vadászni, mert hál' Istennek minden ott van az orrunk előtt. Így van, pontosan. Tehát, hogyha valamilyen tananyag részre szükségünk, vagy valamilyen magyarázatra, akkor a www.tantaki.hu weboldalon meg lehet találni. És van nagyon sok olyan tartalom, olyan magyarázat, amit abszolút ingyen el lehet érni, és meg lehet gyorsan érteni belőle a dolgokat. Úgyhogy nagyon érdemes használni az internetet ahhoz, hogy gyorsabban és könnyebben meg tudjuk tanulni az egyes tananyag részeket, a leckét meg tudjuk csinálni. Oké, ha pedig valaki meg is szeretné vásárolni ezeket az oktató programokat, akkor hol találja meg őket? Megtalálja a vásárlás.tantaki.hu webáruházunkban, és ha online szeretné használni, akár tableten, telefonon, iPhone-on, iPad-en, bármilyen eszközön, akkor a www.onlinetantaki.hu weboldalunkon tudja megtenni ezt. Oké, kedves Max Rádió hallgatók, az elmúlt percekben ismét a játékos tanulás szakértőjét, Nagy Erikát hallottátok. Erika, nagyon szépen köszönjük, hogy ma is itt voltál velünk. Én is köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt voltam. Szia! Szia!